Sziasztok, nagy tisztelettel köszöntöm a mai vendégemet, Noriszt, aki igazából Eckhart Antal és a pálinkás körökben ismert. Csak akkor arra kérlek, Anti, hogy mutatkozz be néhány szóba, és kettő kérdésem is lesz először. Az első az, hogyha mögéd nézek, akkor látok egy csomó érmet a pálinkákról, hogy ezzel kapcsolatban mondd el, hogy te hogy kerülsz a pálinkával ilyen komoly közeli barátságba, meg a másik, hogy a pálinkák és párlatkészítők fórumára milyen szél fújt téged. Hát üdvözöllek, János, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat is. Igazándiból én véletlenszerűen kerültem a pálinkás társadalomba. Mint műszaki ember, kazán apríték adagolóját kerestem interneten, és véletlenül rátaláltam a pálinka főzés otthon index fórumra, ahol aztán beleolvasgatva rájöttem, hogy hoppá, hát nekem ezt kell, úgyis főzögetek stikába a pálinkát már. És mit az Isten, egy csomó barátot találtam így azon a fórumon. Nagyon kezdeteges volt, mert ez már 2008-ban volt, de akkor még nem volt szabad a pálinka főzés. És alakult azon a fórumon egy ilyen csoport, amit úgy hívtunk, hogy nomádzuk desztillálók, az ország minden tájáról. A fórumon sok mindent megvitattunk, mindenki azt hitt, hogy ő főzi a legjobb pálinkát, neki van a legjobb készüléke, akkor persze még a 90%-a ilyen kukta, meg házilag barkácsol, teljes kannákból készítettek pálinkát. Talán én voltam az első, aki a lehetőségek miatt készítettem 50 literes savállóból modern pálinka főző szerkezetet, amit aztán később fejlesztettem egy modulrendszerűre, amivel már egy lépcsőben is lehet, ha akarok hagyományos kisüsti módon. Először jó pálinkát 2010-ben ittam, amikor csatlakozhattam erre ebben a nomádzuk desztillálók csoportjába. Ez valahol a Zselicben volt, és hát vittem a pálinkámat magammal oda, erre a találkozóra, nagy büszkén mellett döngette, hogy na hát ez nekem nagyon jó pálinkám van, mit tudtok ti? És akkor megkóstoltam az igazi pálinkákat, akkor ledöbbentem, hogy nagyon messze vagyok én még ettől. Összejöttünk, hogy 40-en pálinka főzők az ország minden tájáról. Aztán így találkozókon egyre jobb pálinkákat kóstoltunk, az enyém is egyre jobb lett. Aztán, hogy egy ilyen kis ugrással összekapcsoljuk ezt, hogy miért is kezdtem én versenyezni a pálinkáimmal. Már ott ezeken a találkozókon voltak ilyen házi versenyek. És az egyik ilyen versenyen egy számomra nagyon-nagyon-nagyon kellemes pálinkát úgy döntöttek, hogy öcsém, van még mit tanulnod, tehát kukkába dobták. Erre föl, hát persze nem tetszett nekem a dolog, ezt a pálinkát beneveztem Berkátai első, talán ebben első versenyre, négy pálinkát, és ott ez aranyérmet kapott. Ráadásul 20 pontos aranyat kapott. Így kerültem közelebbi kapcsolatba a Pavlicek Csabával is, és azóta minden versenyen részt veszek a nagykanizsai versenyeken, és újabban a mohácsi versenyeken is. Mohácsi versenyen ez most így kicsit büszkeség, előre szaladtunk, de Mohács város legjobb pálinkája címet értem el egy bogyós mix pálinkával. Gratulálok, Anti. Elmondod, hogy miért lettél Norris? Norris, igen, ez egy, aki személyesen találkozik velem egy kicsit, az arcberendezésem hasonlít erre a Chuck Norris nevű emberre, és ezt mint karbantartó az iskolába 10 évet töltöttem, és ott a gyerekek ragasztották ezt rám, hátam mögött mondogatták ott, mert Chuck Norris. Így rám ragadt, aztán a későbbi munkahelyemen is valahol mindig mindenki belelátta, mindenhol Norris lettem, anélkül, hogy tudták volna. A pálinkás társadalomban meg úgy, hogy önmagam neveztem így, hogy akkor az Index fórumon nicknév kellett.
mert hát ez egy tiltott tevékenység volt, úgy gondoltuk, nem fog senki felismerni, és így. Így Nick néven ott, mint Norris, 53 szerepeltem. 53 azért, mert ugye 53-ban születtem. Még azt talán gyorsan elmondanám, hogy azért vagyunk páran onnan, akik most is a pálinkák társadalomban vannak, megemlíteném talán éppen Bujuk Cekmecét, akivel nemrég készítettél, Gazdag Attilát, és nem tudom, Komorúci Lajost talán még említhetném, ő is sokat tesz a pálinka népszerűsítéséért. És ahogy előzetesen beszélgettünk róla, Schnapsmester nevű ember, aki egy pálinka főzde tulajdonosa volt, aki bevitt bennünket a bűnbe, és megtanított pálinkát főzni. Aztán, hogy kerültem a mostani fórumokra, hogy az Index fórumból, ez, annak a története az, hogy ott az ember eltölt 5 évet, aztán onnan kinő belőle, és keres valami mást, valami jobbat, valamit. És ahogy a Facebook lehetőséget adott rá, több ilyen fórumba is beléptem, aztán az egyik hirtelen megszűnt, és akkor azt hiszem, Sólyan Andorék páran összefogtak, és csináltak egy új fórumot, amiben természetesen már elég sokat publikáltam én is. Akik olvassák, tudják, néha vitatkozunk rendesen. A legkedvencebb vitatkozó partnerem Szőlősi Edit. Vele szoktunk azért. Nem azt mondom, hogy nem szeretjük egymást, de nagyon is. Személyesen is találkoztam vele, kóstolta is a pálinkámat, de mindig vannak nézeteltéréseink, mivel ugye ez a pálinkás társadalom nagyon két táborra osztott, vagy inkább háromra, ugye az otthonfőzők, a bérfőzők, és ugye a harmadik csoport, aki nagyon nem szeret bennünket. Így bízom abban, hogy talán ezekkel a dolgokkal, vagy mi is főzünk jó pálinkákat, így nem csak a megosztottság lesz, hanem egyre inkább húzzuk egymást fölfelé a jó pálinkák irányába. Meg nagyon színes is így ez a társadalom, Cekmecével, meg Norisszal a palettán, szóval. Anti, azt elmondod, hogy te milyen berendezéssel főzöl, és miért olyannal? Igen, elmondom. Ugyan kicsit már kitértem rá. Egy 50 literes hagyományos kisüsti módszerrel főzök. Egy 50 literes saváló, maga az üst, és a feltét az mind réz. Ugye, mivel modulrendszerű, azért felépíthető úgy, hogy van az üst, és teszek rá egy pisztoriusz tányért. Aztán van még egy alkatrésze, ami egy csőspirálos hűtő, ha azt beépítem, akkor azt abba akár vizet tudok keringtetni, és így egy sokkal, például egy galagonyánál szükség van rá, mert olyan kicsi az alkohol tartalma, így már az alszeszem is erősebb lesz. Aztán még, ha közé beteszek egy háromtányérű buborék sapkás feltétet, akkor egy lépcsőben is működik a dolog. Hát te körülbelül kisüsti párti vagy. Én kisüsti párti vagyok, igen. Csak a lehetőségem megvolt rá, hogy ezt megépítsem, így ezért kipróbáltam azt is. Csináltunk teszteket is. Valahol mindig a kisüsti lett a hosszabb távon finomabb. Az egy lépcső, és az rögtön jó lett, az rögtön illatos lett, viszont nagyon hamar, az én berendezésem nagyon hamar elvesztette ezt a tulajdonságot. Egy hónappal, két hónappal később már a kisüsti nyert mindenhol. Jó, hát most igazából amiért ma összegyűltünk, az már most meg is, már ki is mondtuk ezt a nevet a Szőlősi Edit kapcsán, csak hogy ő egész másképp jön ide a képbe. Igen, igen. Van egy Lieb Günther nevezetű, nagyon lelkes pálinkás szaktársunk, aki többször is szokott nekem pozitív dolgokat írni ezzel az elpálinkás aktivitással kapcsolatban, és már kérte, hogy beszéljünk a koszóékkal, meg beszéljünk a Kovács Andrással, a hagyógépekről, és akkor most a legújabb, amit veled kapcsolatban érdemes átbeszélni,
ezek a szőlősi féle szűrők, ez a kozmaolaj szűrők, és akkor ő azt kérte, hogy ezt nézzük meg, és akkor én beszéltem a Sólyan Andival, hogy kit ajánl ki a legjobb szakember, akivel ebből a kérdésből tudunk beszélgetni, és ő javasolt téged, hogy te gyártottál is ilyet már, meg használtál is ilyet, úgyhogy nálad jobb ember nincs is, akitől ezt megkérdezhetem. És akkor, Anti, én arra kérlek, hogy először mondjuk el, hogy mi ez pontosan, mi ez a szőlősi féle kozmaolaj szűrő. Igen, gyártottam is, ugyan nem pontosan a szőlősit, de ahhoz hasonlót. Ugyanazt a célt szolgálja. Igazániban a szőlősi féle kozmaolaj szűrő azt a célt szolgálja, hogy a kozmaolajat leszűrjük bele, mondhatnám így egyszerűen, na de ha kicsit messzebb megyünk, akkor olyan szerkezet, amit tételezzük fel, hogy egy 50 literes főző, egy másfél literes tartály, ami ketté van osztva, vagy három, vagy négy felé van osztva, ezt kezdetbe feltöltjük teljesen hideg vízzel, majdhogy nem jéghideg vízzel, ebbe csorog bele pálinka. Ez a szőlősi féle szűrő igazándiból egy labirintussal rendelkezik, ebben a tartályban van egy olyan rész, ami megakadályozza azt, hogy a pálinka vagy a folyadék a tetején folyjon át, van egy gát benne, ami csak alul engedi át a folyadékot. Ezáltal a vízre ráfolyó párlat, igazándiból ezt csak akkor használjuk, amikor a cefléből főzzük az alszeszt, az alszeszt folyik rá a vízre, a kezdetben elég magas még az alkoholtartalma, 50 fölötti, amikor erre a vízre, hideg vízre ráfolyik, kicsapódnak belőle ezek a kozmoolajok, amik igazándiból kozmoalkoholok, ami ugye az etanolnál hosszabb szénláncú, mondjuk a forráspontja az, ha jól emlékszem, az a 130 fok körül, tehát az etanol jóval magasabb, és a víznél is mégis végig fokozatosan jön az egész főzés során. Mivel az illékonysága nagyon nagy, azért végig jön. Na most ez az olajszerűség, ez kiválik a víz tetején. Ott úszik végig. Ezt a szerkezetet egyszer töltjük meg vízzel, hideg vízzel. Hát nyáron, amikor nagy meleg van, akkor dobálunk bele néha jégkockát. Én így használom. Azon kívül, ugye, hogy ne túl gyorsan folyjon ki ebből a szerkezetből a pálinka, és hát az alszesz, ezért van belerakva egy akadály, ami vagy textil, vagy mondjuk nálam a kávéfilter. Az egy kis keretre van rárakva, és így sokkal lassabban megy át, tehát nem tud átömleni az egész. Az olaj végig föntúszik a tetején, amikor végeztünk a főzéssel, akkor ezt az megbillente a szerkezetet, kifolyik, a tetején ott marad az olaj, vagy lemerjük kanállal. Érdekes, hogy ezek a kozmolajok igazándiból aromákat is visznek a pálinka, ezért szükség is van rá. És sokaktól hallottam azt, hogy hát akkor kijöntjük az aromákat, nem? Én ezt rendszeresen leszedem és megszagolom, ez roppantul büdös. Úgy tűnik, hogy csak az öntjük ki, ami nem is kell bele, a többi benne marad. Valamivel gyengébb a szűrési technológia, mint a szőlősi félénél, de tökéletesen megfelel. Ugye azt úgy szerintem mindenki tudja, hogy senkinek a pálinkája nem volt még soha opálos, pedig ő nem is szűrte kozmolajat. Aztán két hét múlva, vagy két nap múlva látom, hogy a fórumon, hogy a szomszédom kért meg, mert neki nincs Facebookja, hogy opálos lett a pálinkája, most mit tegyen, ugye ezek a kamu szövegek, pedig neki még soha nem volt. Ugye ettől a kozmolajtól lesz opálos a pálinka, túl sok van benne. Ugye 50 alkoholfokig, ugye, kezdjük onnan, hogy a pálinkának a fele víz, a másik fele legyen etanol, és még egy kicsi van benne más is. És amíg ez ilyen 50% körül van, addig egyensúlyban tartja ezt az olajat, szépen, gyönyörű szépen elkeveredik benne. De ahogy 50% alá megyünk, akkor kezd ez kiválni, és emúziót képez, emúziónak megvan egy szép fehér színecskéje. Aztán elkezdik fagyasztani, szűrögetni, 5 mikronos szűrő, tehát többet szűrögetnek ki belőle, mint amennyit én leveszek ezzel a kozmaolaj szűrőbe. Minden
gyümölcsszeszbe van kozmolaj, és nem csak a gyümölcsszeszbe. Ugye a legtöbb, ami nem gyümölcs, a krumpli, abban a legtöbb kozmolaj, és a legbüdösebb, azért a krumpliszesz az kurvára büdös, így is mondhatnánk. Mi azt nem főzünk, persze. Ezek a kozmolajok, még mielőtt még tényleg megbemutatnám ezt a szülősi szűrőt, a hosszabb cefrézési stádiumban elég sok keletkezik. Tehát, hogyha van egy cefrénk, ami kiéred 5 nap alatt, és mi azt 20 napig vagy 40 napig még tárolgatjuk, akkor keletkezik benne elég sok. Nagy esély lesz akkor, hogy opálos lesz a pálinkánk, hogyha 50 alá megyünk. Na most, hogy valójában meg is mutassam, be is mutassam, van nekem egy, kezdem egész életem egy ilyen kozmolaj szűrőm, ami saválóból van. Ennek a magassága durván 15 centi magas, a szélessége 10 centi, és akkor itt van benne az a gát, ugye, amiben még ott van benne az a szűrő, amit most kiszedek belőle, ami egy kávéfilter van rárakva erre keretre, és bent ebbe a kozmolaj szűrőbe, az alján tud csak átmenni a pálinka, aztán van egy ilyen búvár cső, ami ugye nem a tetejéről, hanem a közepéről viszi el a kifolyó pálinkát. Így a kozmolaj a víz tetején fog végigúszni. Hát sokkal többet nem tudok erről elmondani, mivel ez egy egyszerű dolog a gyártással, viszont abban tudok segíteni, ha valaki nem tud ilyet venni, vagy nem akar venni, ezt megteheti műanyagból, megteheti bármiből. Az elv, a lényeg az egészben, hogy legyen egy, mondjuk egy 50 literes főzőnél, legyen egy másfél liternyi víz, amire ez ráfolyik, és hogy ilyen ne széles nagy edény legyen, hanem magas, igazándiból a magassága a lényeg. Amikor te elkezdted ezt, te most már nem gyártod, de gyártottad, ugye? Jól gondolom ez. Vagy csak jól? Gyártottam, igen. Elég sok készült el belőle. Aki úgy gondolkozik, igen. Hogy most ugye megmutattad, most aki látta az, és mérnök ember, mint te, az valószínűleg összetud egy ilyet magának heggeszteni, vagy nem tudom. De gondolom, nem olyan nagyon bonyolult dolog ez. Így van, egy lakatos, egy simán meg tudja csinálni, tehát ezzel nem kell hozzá, nekem rendelkezésemre állt a lézertechnika vágása, de ezt simán lemezolóval ki lehet vágni. Ha részből készíti, akkor ugye az fél milliméter anyagvastagságú részből simán lemezolóval ki lehet vágni, és forrasztási, tehát lágy forrasztással meg lehet forrasztani. Simán össze lehet hozni egy ilyen szerkezetet. Ezt igazándiból a fórumokon már többször felraktam rajzzal is. A Snapsnester honlapján vannak fent rajzok, vannak fent fotók a szőlősi féléről, és talán még házi készítéséről is. És a tiéd az miben más, mint a szőlősi féle? A szőlősi félében ugye nem egy ilyen textil szűrő van, hanem 4-5 darab van benne. Ennyibe különbözik. És annyiba különbözik, hogy ott ugye azt a bérfőzdések használják, ha használják, és ott állandóan folyik rajta, tehát igazán ők nem tudják azt úgy üríteni, mint ahogy én minden egyes főzés után kiürítem, kimosom, mindig tiszta. Ott, ha jól tudom, hogy csak leszedik, vagy le tudják engedni egy kis csappal ezt az olajat a tetejéről. És akkor nekik ez előírás is, hogy azt kötelező használni, vagy csak ők azt használják, mert az vált be mindenkinek? Hát a szakkönyvek azt ajánlják, az van benne, hogy használják-e, azt nem tudom. Egyébként nem kötelező ezt használni, ha meg tudja oldani másképp. Van, akik ugye az egylépcsős főzésnél ezt nem lehet használni, ilyen nincs ott. Ott, ha jól tudom, akkor komoly szűrőkkel, szivattyús szűrőkkel nyomják át az egészet, hogy aztán a boltban legyen a páros pálinka, a kereskedelmi főzdék, azok valószínűleg úgy csinálják. Ezt csak a hagyományos kisüsti kétszeri lepárlásnál használjuk, és először akkor, amikor a cefréből halszert készítünk, akkor tudjuk ezt használni.
Jó, ez a Liebh Günther jó ember, amikor kérdezte ezt a szőlősi féle szűrőt, és azt kérdezi, hogy ugye működési jelv, azt elmondtuk, hogy mi a működési jelv, meg azt is kérdezte, hogy hol lehet rajzokat találni, azt most elmondta, de milyen mester volt, ahol lehet a... Ez a Schnapsmesternek van egy... Igen. Meg fogják itt találni. Most így konkrétan nem jut eszem, nem tudom, de a pálinka főzés otthon Index Fórum minden reggel kiteszi azt a linket, ahol meg lehet ezt nézni. És még azt kérdezte, hogy nézett ilyen régebbi pálinkás könyveket, de nem igazán talált semmit, és most én azért kíváncsiskodok, hogy te amikor elsőt megcsináltad, te honnan vetted a rajzokat, vagy a szakértelmet? Megtalálható az interneten. Az nem igaz. Megtalálható szakkönyvekben. Ha csak így szőlősi féle, beírom a Google keresőbe szőlősi féle Kozma szűrő rajzot ad ki, fotót ad ki, szakirodalmat ad ki. Én ismétlem Schnapsmestertől hallottam először ezt az egészet, és talán az ő bemutatásába került, vagy ő linket, de valamint, vagy ő tett fel rajzot annak idején nekünk. Jó rég volt ez már. És ezt hol lehet amúgy beszerezni? Tehát, hogy ez ilyen egyszerű dolog, hogy beírom, hogy szűrő, és akkor megtalálom 1000 helyen, hogy hol tudom megvenni? Ezen a fórumon, ugye, amit te is ismersz, található olyan emberek, akik készítenek ilyet. A Kozma szűrőtől kezdve, az Eprovettáig vannak ilyen emberek, akik saválókból készítenek. Azt hiszem, hogy van egy ilyen ismerős, akit talán mondhatok, ő szintén az Index Fórumról ismerhetjük sokan, ott rézművesként szerepel. Talán nem véletlen, mert rész dolgokat gyárt. Tehát én most itt nem szívesen ajánlok így embereket, mivel nem hatalmaztak fel, de a fórumokon megtalálhatók ezek az emberek, akik készítenek ilyet. Azt nem tudom, hogy most így elmegyek a gazdaboltba és veszek egy Kozma szűrőt, valószínű, hogy ilyen nincsen. A szőlősi félét valószínű, hogy valahonnan meg lehet rendelni, nem tudom. Én pont ezért kezdtem gyártani, mert akkor semmiféle, nem lehetett ilyeneket kapni, nem lehetett venni. Fagyis dobozból készítettek emberkék ilyeneket, ilyen mindenféle ragasztókkal összeragasztatva. Talán az első ebben a rézműves barátom volt, aki ilyet készített részből, aztán ugye, hát én a saválóhoz jutottam hozzá, azért saválóból készült. És akkor, amikor még ezek készültek, akkor a fórum társaim azok tőlem beszerezték. Aztán azóta másoktól is. Van jelentősége, hogy részből vagy saválóból készül? Semmi. Semmi. Azért nem, mert ugye egyik az, hogy a rész nem desztillál át, és ugye ez a folyadék még egyszer át lesz desztillálva. Egyébként meg, hogyha az ember fél a résztől, akkor létezik az ion cserélő műgyanta, amit szintén rendelkezésemre áll, és akkor azon átengedjük, és kicseréli a rézionokat nátriuminokra, és akkor attól lesz, hogy kapunk egy sejmesebb pálinkát, tehát nem félünk a résztől. Nem. Csupán az indok az volt, hogy ez könnyen hegeszthető, még a réz azért csak forrasztható. Ez a kávéfilter, amit beleraksz, ez a pálinkás körökben egy ilyen teljesen magától értetődő dolog, vagy ez pontosan is olyan, hogy 30 féle filter közül a legjobb erre a nem tudom melyik, vagy ilyen nincs? Szerintem ilyen nincs. Én is használtam már vagy 4 félét, ugye, mert nem csak erre használom, hanem ugye, a mechanikai szűrésre tökéletesen alkalmas, átengedjék rajta, és ha véletlenül a muslincák belekerülnek, azokat tökéletesen készülni, sőt, még a
ugye az ilyen kristály kiválást a hító vízből, ha pár nap múlva, 4-5 vagy egy hónap múlva kiválik az alján, azt is felfogja, hogyha átszűrjük rajta. Kávéfilter, simán a boltba beszerezhető kávéfilter, több fajtája van. Én most ezt amit mutattam, ez egy ilyen ekkora az egész töltsérbe helyezhető. Most ez, ebbe a szűrőbe én az duplára rakom be. Ez azt a egyik cél az, hogy mechanikailag szűri, tehát nem engedi át a belső bogarakat. A másik meg az, hogy elég jó repszívó képessége révén az olajat is megtartja, tehát hogyha még ez is szűr valamennyit, ugye sokan csak ezzel szűrő próbálják kiszűrni a kozmolajat, ez így nem működik. Viszont így most jó, hogy ezt mondtad, de eszem jutott még az, hogy akinek ez a szerkezet, amíg nincsen, van egy másik megoldás, hogyha ezt elfelejtette, vagy kimaradt ez a kozmolaj szűrés, akkor az alszeszt, amikor beönti a pálinka főzőbe, meg fogja látni, hogy ott úszik a tetején az olaj. Azt még akkor megteti, hogy szépen lemeri kanállal, vagy pedig papírszalvétával leszedegeti róla, higgy el nekem, hogy sokkal jobb lesz az eredmény. Bátrabban higítható lesz a pálinkája. Talán, ha ez nem is volt kérdés, és még belefér az időbe, ugye az, hogy mitől lesz opálos a pálinka, biztosan a kozmolajtól, vagy pedig valami mástól, azt könnyen ki tudjuk próbálni, hogyha 50% alá hítottuk a pálinkánkat, és opálos lett véletlen, és maradt még töményebb pálinkánk, elkezdjük töményíteni a pálinkát. Ha attól szépen kitisztulunk, és tejtésztve lesz, akkor 100%, hogy a kozmolaj volt benne sok, és ettől lett opálos. Ha nem, akkor ugye valamilyen más törés, fémes törés, vagy pedig a higító vízünk volt nagyon magas ásványtartalmú. Hát ennyi körülbelül. Jó, Anti vagy Norris, én köszönöm szépen a szakértelmedet. Szerintem tök jó volt a tanácsa a Nándinak, hogy veled beszéljünk, és reméljük, hogy sokan tanulnak ebből. Még van egy utolsó kérdésem, hogy van olyan, amit hallottál, hogy ilyen filtert tesznek bele, amit ne tegyenek? Tehát, hogy van olyan, amit hallottál, és óvaintesz mindenkit? Hát nem hallottam, de attól óvaintek mindenkit, hogy olyan filtert tegyen bele, amiből bármi kioldódhat. Ugye vegyileg kezelt filterek, abból azok a vegyi anyag ki is oldó, az alkoholnak elég erős a oldó hatása van. Ugye ebből a kozmolaj szűrőből forró vízzel sem tudom kimosni a benne levő kozmolajt, ami rárakódik ennek a saváló acélnak az oldalára. Ezt csak az előpárlattal az viszont nagyon oldja. Jó, tehát, hogy erre azért ezt vegyük figyelembe, hogy, hát hogy igen, egy magas alkohol. Igen, vegyileg kezelt papírokat, szűrőket ne használjunk, ami tudom, festékek vagy ilyennek a szűrésére használnánk. A kávéfilter erre tökéletes. Azon kívül, hogy ezt bármilyen textilből, amit természetesen előtte kimosunk, akár pelenkából, sokan szerintem magból is tett. Viszont én ezt azért használom, mert ezt egy minden is használat után eldobom. Nem kell mosogatni, nem drága, megfelel a célnak, és nem csak erre jó, hanem ahogy mondtam az előbb, töltsérbe rakva szűrögethetjük mechanikailag a pálinkánkat. Antal, köszönöm szépen a szakértelmedet. Eckhart Antal volt a mai vendégem. Köszönöm. Én köszönöm, hogy meghívtál.